Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Vas Judit. Nem olyan régen voltak vendégeim, köstárosok voltak vendégeim a média különböző területeiről, de most a kettőt egybe vettem, olyan vendégem van, akivel mind a két területről majd egy jót tudunk beszélgetni, hiszen mai stúdió vendégem Balogh Ferenc, a Főegyház megyei köstár igazgatója. Köszöntelek szeretettel. Én is szeretettel köszöntelek. Egerben születtél, de tanna le nőttél föl. Ez a millió, ez hogyan hatott rád akár a gyerek, akár a felnőtt korodra, illetve az, hogy a hit ilyen fontos neked, ezt otthonról hoztad, családból, vagy ezt a későbbiek folyamán született meg benned? 14 éves koromig éltem gyakorlatilag tanáleszen, utána elkerültem Esztergomba, a Ferences gimnáziumba. Természetesen még azért az EGRI főiskolai évek alatt albéletről albéletre, kollégiumról kollégiumra járt az ember, eközben a Tarnalesi családi háttér az végig megvolt. Természetesen otthonról is hozom a, a hitet és a vallásosságot, hiszen a egész családom tulajdonképpen templomba járók ö, emberekből áll. A dédszüleimtől kezdve, akiktől nagyon szép imádságokat lehetett hallani, illetve dédnagyapámnak a úgynevezett igaz történetei, mindig mentem Hozzá húztam a kis széket magam alá, hogy papa akkor most igaz történetet meséljél. Fogságtól kezdve <laughs> nagyon sok minden. Hát ő az első világháborúban elveszítette az édesapját, és gyakorlatilag az elemit is alig végezte el, mert dolgoznia kellett hiszen a nagy szüleihez került, és úgy nőtt föl, de hogyha az élet tapasztalatainak csak a 10%-ának a birtokában lennék, akkor szerintem sokkal bölcsebb és kiegyensúlyozottabb életet tudnék élni. Azt a fajta természetközeli életmódot, a világra való odafigyelést, a nagy rohanásba, a városi környezetben hajlamos az ember elfelejteni, vagy, vagy azokat a képességeket, amire mondjuk adott esetben falun szükséged van, azt, azt el tudod veszíteni. Most nosz élünk, igazából ez is falusi környezet, ellenben nekem ami hiányérzetet okoz a falusi létbe, hogy már a falusi emberek is városi módon élnek gyakorlatilag. Tehát mondjuk ennek egy kicsit ilyen durva változata, hogy amikor a tehenet tartó embert azt lenézik a faluba is, azért az gáz. Igen, Mert igen. hogy nem a zacskóban, meg nem a dobozba terem a tej, hanem azt elő kell állítani. Tehát, hogy igazából, és ott az állatokkal gondoskodni kell, igen, hajnalba föl kell kelni, meg kell etetni, stb. 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 Tehát igazából ez a fajta természetesség, ami falun gyerekkoromban még Jellemző volt, az hogyha úgy kivesző félben lenne. Ha 40 évvel ezelőtt végig segíthetem egy faluban volt állattartás, volt konyhakert, ma pedig vannak tuják, zöldjebb, és esetleg egy kutya. Te, tehát igen, ezt valahogy magát a hangulatot, a környezet már nem adja vissza. Viszont nem életlenül költöztetek, gondolom oda, tehát ezért egy viszonylagos, nyugodtabb, csendesebb élet, azért csak hiányzott persze, nyilván. És hát igazából a feleségem, mivel szomjai, így próbáltunk egy köztes megoldást találni. Szomolyához most egy kicsit közelebb lakunk, mint Tarnó lesz de azért nem olyan vészes távolságra lakunk. Azért is említettem egyébként a felvezetőben, hogy mint a könyvtáros szakmát, mint a média szakmát képviseled, mert hát nemrég járt itt egy kollégánk, Bércesi András, és hogy beszélt arról, hogy a főiskolán hogy indult a liceumi paletta, hogy az alapító tagja volt, és ha jól tudom, te is. Milyen élményeket őzzel erről az időszakról? Igazából lelkes amatőrök voltunk, a, a legprofibb, akinek a legtöbb közel az újságíráshoz volt, az Ködöböc tanár úr volt, és az ő szárnyai alatt próbálgattuk saját magunkat a vendégünk volt, rovat volt például az enyém, úgyhogy rengeteg interjút készítettem színművészekkel, költőkkel, írókkal. Szerintem azokat a hibákat, hogy gyakorlatilag ugye nem voltunk profi újságírók, az a fajta lelkesedés, amit meg, meg az, a, az, az erőbedobás, amit mi ott beletettünk a palattába, az úgy gondolom, hogy, hogy meghálálta és hozta az eredményeket, hiszen annak ellenére, hogy lelkes amatőrök voltunk gyakorlatilag, de hát mondjuk egy egyetemi újságnál nem is feltétlenül az a cél, hogy a New York Times-nak a színvonalát hozzuk, de minden esetre én úgy gondolom, hogy sikerült egy, egy elég színvonalas médiaterméket létrehozni, ezt díjazták is, azt hiszem, hogy három vagy négy alkalommal lett a paletta abban az időben az év egyetemista és főiskolai újságja, Úgyhogy, és hát gyakorlatilag elég sokszínű volt. Tehát az interjúkon kívül a tudom, karikatúrák, különböző képzőművészeti alkotásoknak a, a megjelentetése, versek, novellák, eszék, beszámolók, híranyag is volt benne természetesen a főiskola életével kapcsolatban. Sőt, ha jól tudom, saját versed is jelent meg. Igen. Erre mindjárt visszatérünk. Most arra lennék még kíváncsi, hogy egyébként a hittanarit, értem itt a gyökereket, miután erről meséltél a kötődést, ezt oké. Okay. De a könyvtáros, illetve a média világ felé való érdeklődésed, az hogyan született meg? Nekem leginkább a fotózás az, ami, ami a nagyképűen mondhatom, hogy fő profil. Igazából <laughs> Ez jó hangzik. Általános iskolás korom óta tanulom a fotózást, azt nem mondanám, hogy tudok, meg értek hozzá. Valami képességet vagy érzéket kaptam a jó Istentől ehhez, legalábbis azt mondják, de igazából ez így valahogy, valahogy kézenfekvő volt a könyvtárossággal kapcsolatban, tehát a könyveknek a, a, szeretete, a olvasásnak a szeretete az szintén részben a, a családból jön, holott gyakorlatilag teljesen egyszerű kétkezi munkások, gépkocsi vezetők, egészségügyi dolgozók voltak a családban és ennek ellenére, vagy ezzel együtt nagyon szeretett olvasni mindenki, úgyhogy ezt hoztam magammal, és Esztergomba a Ferenceseknél ott volt egy könyvtár, meg könyvkötészet, és akkor belekóstolt az ember ebbe is, abba is. Aztán ez egy kicsit háttérbe szorult, elég sok egészségügyi dolgozó van a családban, úgyhogy én mentőtisztnek készültem egyébként nagyon sokáig. Oh. Csak abban az időben, amikor én érettségiztem, akkor még két-három év szakmai gyakorlat kellett ahhoz, hogy valakinek egyáltalán esélye legyen a mentőtisztire felvételizni és egy kicsit a ferencesek kinyitogatták a szememet saját magamra is, úgyhogy rájöttem arra, hogyha én nem kezdek el azonnal valamiféle felsőoktatási intézménybe tanulni, hanem két-három év gyakorlatot szerzek, akkor én nem fogom rábeszélni magam többet, hogy tanuljak legalábbis ilyen szervezett körülmények között. Milyen finom önkritika. <gül> <gül> és gyakorlatilag így a magyar hittanszak volt az, amivel én itt az EGRI... Eszterházi házis pályafutásomat elkezdtem gyakorlatilag. De ez nem volt elég, mert ezt nem mentél tovább szegedre. Igen, ott az egyetemi diplomát szereztem, meg így van informatikus könyvtár szakon. Uh -huh. Ott a könyvtár informatika az rendes szak a reáltárgyakból sajnos nem kaptam elég talentumot, a, vagy a reál elég talentumot a jó Istentől. Bár a Covid alatt most a gyerekeimmel azért kénytelen voltam felszívni magam, hogy tudjak nekik segíteni a, a tanulásba, és, és előjöttek azok a dolgok, amiről azt nem gondoltam, hogy én azt valaha elő fogom venni, és hogy én ezt tudom. De nem osztásszorzás szintjén? Hát kicsit fura volt nekem, hogy ők nem osztásszorzásnak hívják, hanem kínfoglalás meg benfoglalás. De azt az általános iskolai részt azt újra kellett tanulni és értelmezni, hogy utána tudjak nekik segíteni. És az, hogy könyvtári szakértő legyél. Ez nem tudom egyrészt, mit jelent pontosan, de erre a végzettségre Miért volt szükségünk? Tehát miért éreztél affinitást ez iránt? Azt megelőzően a könyvtári vezetői ismereteket sajátítottam el. Az Na, még az is. Gyakorlatilag az olyan, mint a közoktatásban a közoktatás vezetői. Na, nekem ez olyan van. Törvényi kötelezettség egyébként a könyvtárakban is, tehát a nyilvános könyvtárakban ilyen vezetői képesítés kell hozzá, törvény szerint is. És hát a könyvtári szakértői az pedig nekem leginkább azért volt tehát az, hogy még lehessen tanulni, egyrészt. Másrészt pedig az egyházi könyvtárak azért elég speciális helyet foglalnak el a magyar könyvtári rendszerben. Annak ellenére, hogy igazából teljesen ugyanolyan könyvtárak vagyunk, mint bármelyik másik nyilvános könyvtár, de azon túl, hogy mondjuk a Tittel, mint felsőoktatási könyvtár egy teljesen más szegmensét foglalja el a, a könyvtári rendszernek, mint mi, az egyházi könyvtárak azok gyakorlatilag speciálisabb problémákkal kell, hogy küzdjenek, és volt rá precedens, hogy jött hozzánk szakértő, úgymond civil könyvtáros, és nem értett egy csomó mindent. És éppen ezért az egyházi könyvtárak tagjai, munkatársai közül jó pár könyvtári szakértő lett, és mi gyakorlatilag a egyházi könyvtárak, úgymond a szakterületünk, még a könyvtári szakértésen belül is. Ezért, hogy a kollégáknak tudunk uh -huh. segíteni, hiszen azért már elég sok tapasztalatom van ezen a téren. De menjünk kicsit vissza a művészi vénához, a versíráshoz, mert ha jól tudom, még itt a főiskolán verses köteted is jelent meg egy grafikus művészen, akinek Igen. nem fog a neve eszembe jutni, a de te majd. Igen. Szóval ennyire sokat jelentett számotra az önkifejezés, az irodalom, ennyire termékeny voltál, hogy már önálló kötet is jelent meg. Hát az egy nagyon érdekes történet volt, 1997-ben jelent meg egyébként Pólusok címmel, és 25 grafikát és 25 verset tartalmazott. Mi Kopándi Pistivel, Isten nyugosztalja, mert sajnos ő már nincsen közöttünk, ő már oda átrajzol. Mi egy albéletben laktunk gyakorlatilag, és hát e mögött a 25 vers, meg 25 kép mögött azért átbeszélt éjszakák, és én jártam hozzá a, a műhelybe nézni, hogy mi csinál, tanított linózni, meg részmetszeteket csinálni, meg ilyenek. Tehát, hogy igazából ez egy, egy egész bensőséges, annak ellenére, hogy gyakorlatilag egy fél éve ismertük egymást, amikor elkezdődött közöttünk ez a alkotói folyamat, és hát ennek lett a végeredménye. Volt tematizálva, tehát hogy milyen mondjuk témák, amik szétbontották a kötetet, vagy, vagy csak úgy, ami kizuhant belőled? Igazából részben ködöbött tanár úrnak a válogatása alapján valahogy erre a 25-re szintetizálódott le az egész, egy bővebb merítés volt mind a képek, mind a versek tekintetében. És talán két részre lehet osztani, nyilván ezért is pólusok. Az egyik az egyértelműen istenes, meg istenkereső versek. A többi az pedig profánabb jellegű reflexió. a világra, szerelem, nagyon sokféle dolog van benne. És uh -huh. ma még? Igen. És utoljára mikor lehetett nyomtatásban olvasni verset? Igazából nem tudom, online a hollapomon általában, hogyha van valami, uh -huh. most főleg haikuk vannak, azokat szoktam uh -huh. közé tenni. Szerintem ugye 2000-es évek közepén talán akkor, akkor volt utoljára. Az első munkahelyet, ha jól tudom, de javíts hanem így van, keresztény ifjúsági. <laughs> Már mosolyogsz. Keresztény ifjúsági klub volt. Hogy kerültél oda, és pontosan mi volt a munkád? 97-ben, amikor a hittanári végzettséget megszereztem, akkor utána három fiatal atya ki Brüsszelből, ki Rómából, innen-onnan jöttek haza, ők a szemináriumba kezdtek el tanítani, és velük kezdtünk el már gyakorlatilag negyed év folyamon beszélgetni arról, hogy kéne valamiféle olyan hely, ahol a fiatalok jól tudják érezni magukat, ami nyitott. Nem úgymond direkt evangelizáció zajlott ott, tehát nem akartunk senkit keresztvíz alá tartani, meg ilyesmi. Inkább úgymond vagy úgy alakult ki ez a dolog, hogy, hogy indirekt evangelizáció, azáltal, hogy ott ki volt írva, hogy ez egy keresztény ifjúsági klub és galéria, lehetett tudni, hogy mi van. Aztán, hogyha valaki kérdéseket tett föl, akkor arra lehetett válaszolni hittanszakesteknek lett tere gyakorlatilag. De nagyon-nagyon sok létű volt, már a kezdet kezdetén is, irodalmi estek, jazzest, népzenei estek, filmklub, és aztán amikor a, Segít a Város alapítvány bekapcsolódott a munkába, viszonylag korán, tehát egy évvel, évvel az indulás után már gyakorlatilag együtt működtettük a galéria részét, az a faromúci helyzet is volt egy Két-három évig gyakorlatilag, hogy mi voltunk a legnagyobb non-profit galéria a városban. Aztán 2000-ben. Miket állítottatok ki, bocsánat? Nagyon sokféle. A főiskolai hallgatóktól kezdve már profi művészek, profi alkotóknak a, a művei, de szobor, festmény, fotó ami egy galériában előfordulhat, minden volt, gyakorlatilag performance is volt, tehát olyan, olyan kiállítás is volt. Uh -huh. A fiataloknak való, hát nem is tudom milyen munkának hívjuk ezt ilyen, Segítő, van benne egy kicsit pedagógus, van benne egy kicsit programszervező, <laughs> van benne egy kicsit, nem is tudom, terelő, hogy a fiatalokat a hithez kicsit közelebb hozni. Ez nem szakadt meg, hiszen utána elkezdtél dolgozni, azt nem tudom, hogy hogy nevethez fűződik-e a megalapítása a Főegyház megyei ifjúsági irodában. Részese voltam annak, és ezek viszonylag gyorsan zajlottak egyébként. 2000-ben kezdtük el szervezni a, az ifjúsági irodát, és 2001-ben volt annak a megnyitója és gyakorlatilag ez a érseki gyűjteményi központnak a égisze vagy felügyelete alatt működött a, az ifjúsági iroda. Én voltam a, a program szervező, meg ilyen mindenes, ami a klubhoz kapcsolódott, és Federics Robi, aki azóta már a Szent István Televíziónak a Operatő. megálmodója, operatőre szerkesztője. Uh -huh. Gyakorlatilag ő pedig, mint egy házmegyei ifjúsági referens, ami azért volt rendhagyó, mert gyakorlatilag civil nem nagyon töltötte be ezt a pozíciót, hanem általában papok voltak, fiatal papok voltak a, az ifjúsági referensek. És hát az országban gyakorlatilag azt hiszem, talán még Vácon volt előbb ifjúsági iroda, és hát gyakorlatilag ott az Egethegyi Keresztút szervezése, Egerszalóknak a, a, a szervezése, önkénteseknek a toborzása volt, a, mondjuk a Aranykorszakban vagy a csúcson 60-70 önkéntes átrendelkezésre gyakorlatilag bármikor bevethetően a különböző mm -hmm. egyházi rendezvényekhez. Igen, azt akartam mondani, hogy végülis ennek a munkának az egyik beteljesedése nem a szaló találkozó, hiszen az egyrészt rengeteg munkával jár, meg másrészt pedig olyan, mintha ez tényleg neked valahol kiemelten fontos lenne. Igen, 1982-ben indult el, ugye, Eger Szolók, és én 1987-ben voltam először. 2000-ig gyakorlatilag, mint résztvevő, minden évben ott voltam, aztán utána, egy idő után már szervezőként. Most pedig a sajtókoordináció és a fotózás az most már tizen éve, majdnem. Hát amióta gyakorlatilag fényképezőgép került a kezembe, és rám bízták ezt a, a fotózást. Tényleg most már lassan húsz éve lesz, hogy, hogy fotózom szalókat. Itt tanárként végeztél, gyakorlatban dolgoztál le, tehát oktattál le gyerekeket? 95-től 2005-ig, tehát már főiskola alatt is két év alatt ilyen megbízással a szülőfalumban tartanál, hiszen ott hitoktattam. A iskolában, ahol te is tanultál? Igen. <laughs> és ez milyen érzés volt? Jó, de tényleg, de igazából a, a fura az, az az volt, de hát gondolom, hogy ezzel mindenki így van, aki pedagógus lesz és visszakerül a, a saját iskolájába, hogy azokkal a pedagógusokkal, akik, akik eddig tanítottak téged, most kvázi kollégaként találkozol, és egy teljesen más viszony alakul ki. Bár akkor a hitoktatás, amikor én hitoktattam, még nem volt benne az óra rendben, tehát ez egy délutáni foglalkozás volt gyakorlatilag, és igazából ezért is maradt el. Én szerettem tanítani alapvetően, de a, a könyvtár mellett, mert 2004-ben kerültem a Főegyház megyei könyvtárba, és akkor még egy évig ment ez így Párhuzamosan, de gyakorlatilag dönteni kellett, hogy, mm. hogy. Akkor úgy kérdezem, hogy milyen élmény maradt, vagy milyen volt maga az oktatás? Én úgy gondolom, hogy nincsenek könnyű helyzetben a pedagógusok, mert nagyon sok esetben azt várják el, és így a hit annál talán még kihegyezettebben, hogy majd ott megnevelik a gyereket. Az iskolának nem ez a feladata. Otthonról kéne hozni már az alapokat, és Pláne egy ilyen délutáni foglalkozáson, amikor én még itt tanítottam, lehetetlenség gyakorlatilag. Úgyhogy, hogy a, a kötelező tananyagot is át tudjuk venni, gyakorlatilag mindenféle trükköt be kellett vetni, és mindenféle olyan témát felhozni, amivel valahogy rá tudta az ember irányítani a figyelmüket. Persze nyilván délután már, már fáradtak is voltak, tehát eléggé le voltak terhelve abban az időben is. Ami nekem borzasztó kiábrándító élmény volt a tanításban, az az, hogy már egy falutsi iskolában is gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz volt az inger küszöbét elérni a, a gyerekeknek. Az túlzás, hogyha azt mondom, hogy nem érdekelte őket semmi, inkább azt mondom, hogy egy államvilágban élnek. Tehát a, a 90-es évektől, amikor itt a szappanoperák bejöttek, tehát falusi gyerekeknél is ugyanaz a leképződése gyakorlatilag, amit ott látnak. És mm, mindenkit celeb akar lenni? Hát ö, akkor még nyilván ez, ez nem így, mm -hmm. ö, de azt, hogy hogy, hogy igazából úgy szakmát tanulni vagy diplomát szerezni nem feltétlenül kell, hanem majd valahonnan lesz pár százezer vagy akár egy-két millió uh -huh. forint havonta, és akkor úgy élünk. Tehát a könnyű, gyors kereset vonzalma az már ott is? M még csak nem is a kereset, hanem hogy valahonnan lesz. Tehát amit, ja, ja, ja. amit egy, egy operából látsz, hogy ha inni akar, akkor oda megy a bárszekrényhez, ami uh -huh. tömve van, ha enni akar, akkor oda megy a hűtőhöz, és az tömve van, és ha pénz kell, akkor benyúl a nem tudom hova, és onnan kiveszi a pénzt, és hogy egy teljesen mesterséges álomvilág. Tehát, hogy igazából nekem nekem ez, ez mi negatívumot okozott, mert mert magát a tanítást és a gyerekeket azóta is uh -huh. szeretem, meg, meg kedvelem. Mondjuk a szaló képviselgi találkozó korosztálya azért más. Az elmúlt húsz év alatt vettél el valami olyan változást észre, ami akár a kilátogató fiatalok értékrendjében, viselkedésében. Tehát magyarul más -e ez a közösség, a mostani közösség, mint a húsz évvel ezelőtti. Könnyebb -e őket megfogni bármilyen témával, vagy éppen az, hogy nehezebb? Könnyebben nyitni feléjük, vagy éppen nehezebb? Korukból fakadóan szerintem a fiatalok általában nyitottak, tehát nem nehéz velük kapcsolatba lépni. Szalókon ugye azért a, a mobil kikerül a kezükből egy egy jó időre, tehát így a személyes kapcsolatra épül ott minden gyakorlatilag. Nem is véletlenül emeltük meg a kiscsoportos beszélgetéseknek, meg a műhely foglalkozásoknak a számát, mert nagyon-nagyon kivannak éhezve a, a beszélgetésre, a személyes beszélgetésre, a személyes kapcsolatra. Meg Szalók annyiban más, egy 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 ifjúsági fesztiváltól, akár egy keresztény ifjúsági fesztiváltól abban különbözik, hogy itt azért a lelki gyakorlatos jellege mindig is megvolt, és remélhetőleg a későbbiek folyamán is meg lesz. Tehát itt azért a az elcsendesedésre, az elmélyülésre is van lehetőség, azzal együtt, hogy természetesen kapcsolatokat lehet teremteni, barátkozni lehet egymással, meg lehet ismerni a másikat, de ez a fajta befelé fordulás, ami szerintem minden embernek, amire minden embernek szüksége van, ezt tetten érhető egerszalókon, és nekem igazából leginkább ezért is szívem csücske szalók, és mindig is az lesz, mert ezt nem nagyon tapasztaltam meg sehol. Persze nyilván. A korral együtt jár az, hogy egyre szentimentálisabb az ember, és ragaszkodik a saját dolgaihoz. Lehet, hogy ez is benne van, de minden esetre azt a légkört, ami, ami szalókon ott az egy hét alatt megtapasztalható, én azt nem nagyon éltem át sehol. Persze, hogy mennyiben változott a, a csapat. Amikor elkezdtem. Szalókra, illetve Esztergomból Nagymorosta is mentünk, az egynapos hasonló ifjúsági találkozó. Ott a találkozásokon volt a hangsúly egy nap, nem elég ahhoz, hogy több embert esetleg megismerjél, stb. 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 Ott feszesebb a program. Itt azért jobban el lehet osztani, tehát időben is teljesen más de gyakorlatilag, amikor én elkezdtem járni, nem volt legalábbis a keresztény fiataloknak Nagymaros és Egerszalók. Ez, ez a két rendezvény volt. Már már millió meg egy rendezvény van. A egyházközségeknek, egyházmegyéknek, különböző lelkiségi csoportoknak, országos ö, nagy rendezvények, nagy találkozók. Tehát teljesen más, tehát itt a, a létszámban ezt lehet is érezni, mert a 2000-es években volt olyan, hogy 2000 meg 2000 fölött volt a szalóki létszám, de most igazából ez, a, ez az 1800 és 1000 közötti létszámra úgy tűnik, hogy beállt. Ami nekem érdekes, hogy hosszú éveken keresztül az volt, hogy az ős szalókosok, akik négyszer, ötször, hatszor, tízszer voltak már, azok voltak a döntően részt a találkozón. Most viszont kikopnak ezek az ős szalókosok, és gyakorlatilag fiatalok nagyon fiatalok kezdenek el járni, tehát ö, úgy gondolom, hogy ez is a megújulást is jelenti magában szalókban is, de hogy szükség van erre. Említetted, hogy jövőre lesz húsz éve, hogy a Főegyház és tárhoz kerültél. Igen. Mikor lettél igazgató és hogyan kértek fel erre? A lícom mindig is a szívem csücske volt, igazság szerint például fősúli alatt inkább két fél év filozófiából egyszerre vizsgáztam le, csak hogy ne kelljen máshová járni órára. Tehát a, az egész épületnek van egy, egy varázsa, minden nap elvarázsol még azóta is. És hát ezen belül a főegyház könyvtár, az pedig megint csak egy plusz, de nem volt azért előzmények nélküli, hiszen ott a adatmentéstől kezdve ilyen informatikai dolgokba Hát az, hogy fősuli alatt ugye oda jártunk hittanszakosként különböző dolgozatainkhoz a, az anyagot összeszedni az évfolyam dolgozatokhoz, vagy akár a, a szakdolgozathoz, az természetes dolog. Tehát volt egy, egy kapcsolatom eleve a, a Főegyház megyei könyvtárral, és igazából nekem a ifjúsági klub az annyira életemnek a, a része, vagy a középpontja volt gyakorlatilag, hogy, hogy én nem is gondoltam erre, de aztán Erzsike mondta, Löffler Erzsébet mondta, hogy ha már ilyen irányba tanultál, és 2004-ben, amikor megszereztem a diplomámat, akkor mondta, hogy ráadásul ugye abban az évben nősültem, tehát családalapítással is egybeesett, akkor mondta, hogy mikor kezdődnek a klubba a programok? Este 6-kor, 7-kor, 8-kor. Szerinted ez családbarát? akkor kezdél el szépen kicsit intenzívebben a könyvtárra koncentrálni, és akkor így kezdődött el gyakorlatilag, és egy pár hónap után mondta, hogy akkor ezt nem is kéne húzni, halasztani, hanem akkor, akkor kezdjek el ott dolgozni. Erre nyilván a fenntartó áldására is szükség volt, de az érsekségen is úgy gondolták, hogy ez egy jó lehetőség úgyhogy gyakorlatilag így kerültem át a Főegyházmegyék könyvtárba, és pár év után gyakorlatilag igazgatóhelyettes is lettem, és utána 2016-ban igazából nem volt egy nagyon éles váltás, inkább a felelősség, hogy akkor már Egyedül az én vállamon van, és hát köszönöm a, a bizalmat azóta is érsek úrnak, hogy azt gondolta, hogy én ezzel meg tudok birkózni. Én nem mindig gondoltam azt, hogy ezzel meg tudok birkózni, de nagyon jó csapat van a Főhögyház megyei könyvtárban. Valószínűleg én a Ferencesektől hoztam ezt, hogy, hogy én csapatban tudok dolgozni, gondolkodni. És ez kezdettől fogva gyakorlatilag ott megvolt, nem egy autokratikus vezetés van, hanem együtt megbeszéljük a, a dolgokat a, a kollégákkal, és nyilván mindenkinek van olyan részterülete, ami leginkább az ő hatáskörö és az ő felelőssége, de azért a, a könyvtárnak az egésze az mégis ezen a csapaton múlik, és ez a, ez a csapat működteti a főhögykezmegyei könyvtárat. Viszont abban az évben lettél igazgató, amikor főiskolából pedig egyetem lett, és nem olyan régen pedig az egyház fenntartásába került. Ez a két állomás, ez akár érzelmileg, ez jelentette számodra valamit. Akkor amikor megtörtént az egyetemmé válása az iskolának. Én nem éreztem annyira, mint most egy pár évvel később, hogy azért mégis egy, egy milyen történelmi időket él meg az ember, hiszen Eszterházinak az a, az, az álma, ami kezdettől fogva a lécaumot létrehozta, és a, a négy fakultásos egyetem, amit ő itt megálmodott, és gyakorlatilag mindent megtett annak érdekében, hogy ez ez működjön és létrejöhessen. Persze nyilván a politikai, meg az uralkodói akarat az kicsit másképp gondolta ezeket a dolgokat, úgyhogy némi késéssel egy pár száz évnek el kellett telnie ahhoz, hogy, hogy, ez a, az álma Eszterházinak megvalósulhasson. És valahogy nem tudom, tehát, hogy helyreállt a világ, vagy, vagy nem tudom. Tehát, egy, egy, egy ilyesfajta érzés volt bennem. Kineveztek? Még előtte való napokban, éjszakákon. <laughs> Voltak-e olyan gondolataid, álmaid, vágyait, amit úgy éreztél, hogy majd szeretnél megvalósítani? mint Főegyház megyei könyvtár igazgató. Ezt kérdezem is azért, mert ugye érdekes hogy a ti helyzetetek, nem csak könyvtárként, de nem csak értékeket őriztek, hanem egyfajta turisztikai látogató központ is vagytok. Tehát ez a kettőség, ez nem tudom, hogy például akár melyik területen te gondoltál-e valamilyen változtatásra, fejlesztésre, újításra, vagy annyira szépen működött minden, hogy végül is neked be csak tovább kell vinni a stafétabotot. Részben így van, hiszen azért elég sok mindent még Erzsikével közösen találtunk ki és, és, hoztunk be, de pont itt jön elő az egyházi könyvtáraknak a speciális helyzete, hogy nálunk egy, egy közkönyvtárhoz képest úgymond nincs akkora pörgés, Nyilván létszámban is sokkal kevesebben dolgozunk, mint egy közkönyvtárban, tehát nálunk nincs azért annyi rendezvény, sokkal hangsúlyosabb szerepet kap annak az örökségnek az őrzése, óvása, amit a könyveink jelentenek, a könyvállományunknak az összetétele jelent. De ezzel együtt természetesen a 21. században hozzánk betérő olvasókat és kutatókat kell kiszolgálni. Tehát ez a fajta kettőség mindig jelen van, illetve hogy, ahogy említetted is, hogy a a turisztikai forgalom is elég elég jelentős. Most gyakorlatilag erre most már két dedikált emberünk van, ami még egyébként kapcsolódási pont magához a líczalomhoz, meg a főiskolához, meg az egyetemhez hogy a könyvtárosok általában elég összetartó emberek, tehát még a kommunizmus alatt is gyakorlatilag annak ellenére, hogy ezt nem feltétlenül nézte mindenki jó szemmel, de az egyetemi könyvtár és a, a Főgyházmegyei könyvtár között azért egy élő kapcsolat volt, és az utóbbi időben pedig gyakorlatilag mint testvérintézmény vagy társintézmény tudunk együttműködni a Tittelpár könyvtárral. Hát annál is inkább, mert Végül is a munkáltatótok egy. De ez azelőtt is így volt mm. már, ahogy szoktuk mondani, kicsit félig viccesen, félig komolyan kristával, együtt sírunk, együtt nevetünk gyakorlatilag. Tehát azért a, a könyvtáraknak ö, nagyon sok szempontból azért hasonló problémái vannak. Programok is vannak, amint együtt veszünk részt, meg együtt valósítunk meg. Uh -huh. Tehát itt megint bejön a csapatmunka. Például az ünnepi könyvhét, hogy csak egyet említsek. Igen, és az eleve egy elég sajátos képződmény Egerben, hiszen ez a könyvterjesztők és a könyvkiadóknak az ünnepe, és itt Egerben mindig is a könyvtárok voltak, amelyek ezt megvalósították. Tehát nem a könyvesboltok? Nem, hát nem is nagyon hajlandóak kijönni, de ez egy mm. hosszabb beszélgetést. Tehát jó a kapcsolat köztetek, mind a személyes kapcsolat, mint a munkakapcsolat. Bár azt mondtam az elején, hogy nagyon nem a könyvtár értékeiről fogunk beszélni, de talán lehet, hogy vannak hallgatók, akik a legféltettebben őzött kincseitekről lehet, hogy nem tudnak. Melyek ezek? elég sok van, hála jó Istennek. Körülbelül 180 ezres az az állomány, ami Eszterházi idejében a halálokor a könyvtárra hagyott 4000 kötettel együtt, egy 22 ezer kötet volt maga az alapgyűjteménye. Na jó, ezt ne soroljuk fel. De a 180 ezerben azóta azért van, mert ugyanis Eszterházi pekünkre nem volt egy bibliofil ember, aki csak az értéke és a szépsége miatt vásárolt volna könyveket, ő tényleg annyira alázatosan az egyetemi gondolatnak vetette alá minden tevékenységét, hogy a megfelelő tudományos színvonalat érje el egy munka. Őt, őt ez befolyásolta, hogy, hogy tényleg az ő általa megálmodott egyetem könyvtárába ott, ott a legszínvonalasabb munkák legyenek. Ezzel együtt részben azért Eszterház idejében is kerültek be, de a, az utódai Pirkár Bartokovics révén tulajdonképpen ennek a, a három főpásztornak köszönhetjük a legnagyobb gyarapodását és a legnagyobb értékeket. 34 középkori kódexünk van, ezek közül a legrégebbi az a 11. századból származik, 1048-ra datálható a legelső irat, ami ebben megtalálható. Ezt szoktad lapozgatni? Nem, ezeket páncélszekrényben őrizzük természetesen. Mm. Különleges alkalmakkor, mm. és és ha olyan konferencia van, vagy éppen ezt kutatja valaki, akkor természetesen előveszük törvény szerint is egyébként az 1850 előtti akár nyomtatott, akár kéziratos kötetek és munkák azok kiemelten védett állományt jelentenek. Van egy Mozart leveletek is. Ha jól tudom, egyedüli az országban. Igen, kottákat találtak, de ilyen jellegű kéziratot, ezt az édesapjuk halálakor a nővérének írta ezt a, a levelet Mozart és pirkeréseknek köszönhető ő verencei pátriárköként vásárolta, és úgy hozta Egerbe. Szoktál csak úgy, csak úgy bemenni oda? Tehát kicsit úgy, úgy megpihenni, vagy nem tudom, szétnézni. Kicsit e... átvenni az egésznek a hangulatát. Igen, nagyon, nagyon, sok esetben, de nekem, a, amikor oda kerültem a könyvtárba 2004 ben akkor nagyon, szerintem legalább egy évig Azért maradtam bent tovább, hogy, hogy, hogy ott tudjak üldögélni és nézelődni uh -huh. a barokteremben. Vagy a könyvraktárunkban. Ennyivel is másabb gyakorlatilag a mi könyvtárunk, hogy nálunk szabad polcos állomány az gyakorlatilag csak a olvasóteremben van, és raktárban őrizzük a köteteket, viszont így az olvasóknak kényelmes, mert mi visszük oda nekik a, a könyvet. Amikor nem a fiataloknak szervezel programot, amikor nem a könyvtárban dolgozol, amikor nem fotózol, akkor mit csinálsz? <laughs> Tehát mi az, ami még mindezeken kívül, mert gondolom például fotózás, vagy akár ezek az ifjúsági programok ezek kikapcsolnak, már valószínűleg a munka is, de mi az még, ami ezeken kívül ki tud kapcsolni? Igyekszem Igyekeznék minél több időt tölteni a családommal, biztos, hogy amikor ők ezt hallgatják, akkor majd csóválják a. Hát majd a szabadon fogják. De hát filmeket nézni nagyon szeretek. De ez állításokra is ö, ö, szoktam, szoktunk járni. De hát igazából tényleg ez, a, ez az egyik legnagyobb hátulütője ennek a, a 21. századi létünknek, hogy, hogy annyira, annyira nagy a, a rohanás, és hát ugye a fotózás, meg a könyvtár mellett még az Egyházmegyei Hollapnak és az Egyházmegyei Szervernek az üzemeltetése is szintén hozzám tartozik. Sőt, műsorod is illak. van, ha jól tudom, a Szent István Rádióban, hát, vagy már nincs? A műsorom nincs, a hétvégi levélben vagyok benne gyakorlatilag, az egy ilyen teljesen kötetlen eszé, hang, hangeszé, talán így, mm -hmm. így lehetne meghatározni. Mm -hmm. Jó, de ez mind, ez egy ilyen belső igény, gondolom neked. Tehát mindegyiket szereted valahol, hogyha meg kellene válni valamelyiktől, akkor nehéz lenne a döntés. De ez, <laughs> csóvállott közben a fejed, de ez egyébként mit jelent a család szemszögéből? Tehát te mennyit nem vagy otthon? Hát kis túlzással azt is mondhatnám, hogy időnként óriás plakátot is nyomtathatnék, <laughs> hogy legalább arról megismerjenek. Hétvégénként, Hétvégénként? Is? Uh, Nem. Hát uh, feleségem hat uh, faluban hitoktat, és gyakorlatilag nekünk a szombati az egyedüli nap, amikor egy kicsit együtt tud lenni a család. Legalábbis eddig így volt, csak most már, hogy nőnek a gyerekek, és például a középső lányunk a lajtában táncol, neki próba, fellépés, tehát most már ők is kezdik az önálló életüket, gyakorlatilag már csak a legkisebb uh, tanulnos folyon. Úgyhogy elég nehéz. Tehát most már legalább ennyivel könnyebb a, a lelkem, hogy már nem csak rajtam múlik, hogy a család úgy igazán együtt tudjon lenni. Ugyanis vasárnaponként a feleségem az a, a hat falu valamelyikéből két-három helyre, mikor hogy adódik, azért elmegy Szentmisére, hogy a gyerekek lássák, hogy a, a, a tanárnő is jár Szentmisére, nem csak úgy <laughs> beszél nekik. Úgyhogy gyakorlatilag nekünk a szombati nap a úgymond a vasárnapunk, amikor, amikor tényleg a, a család valamennyire együtt tud lenni. De hát ez ez teljesen változó. Gondolom ez az értékrendszer, amit te is hiszel, az, és a feleséged, hiszen, mint mondtad, hittanár, hit ezeket a gyerekeknek is átadjátok. Tehát közösen is részt vesztek akár ilyen programokon. Igazából nem súlykoltunk nekik ö, semmit, hanem ö, próbáltuk élni jó-rosszul azt a, az életet, amit, amit úgy gondolunk, hogy egy, egy keresztény családba élni kell. Úgy látom, hogy nyitottak erre, aztán majd majd meglátjuk, hogy, uh -huh. hogy bízom benne, hogy azért, azért annyira borzasztó rossz példát nem mutattam nekik legalábbis én személyesen, hogy, hogy eltántorítsam azoktól az értékektől, amiket mi a feleségemmel magunkénak vallunk. Hát végül is öm, egy csodálatos családod van. Ott dolgozol, ahová mindig szerettél, és ma is szeretsz bemenni. Élhetsz a szenvedélyeidnek, otózásnak, a médiának, amit, ami még igazán vonz. Tehát ugye az ember úgy látja, mintha te úgy bár kicsit szétszakadva néha, de azért teljesen egységben és harmóniában él. Nincs hiányérzetem alapvetően, én szerintem ezt is a ferencesektől hoztam, hogy nekik igazából egy, egy olyan fajta keresztény kárpediem gyakorlatilag a, a, a ferences gondolkodás és, és létmód, hogy mindig annak körül az ember, ami van, és nem azt keresi, hogy mi nincs, hanem annak próbál megörülni, ami van. Hogyha az éppen egy, egy, éppen tavaszkor nyíló picike kis virág, vagy a gyerekének a mosolya, vagy a, 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 feleségének a kacaja, de, de mindig annak próbál megörülni az ember, és ez a munkától kezdve a hobbig így van nekem igazából, nincs hiányérzetem. Szerintem, hogy mondjam, hogy senkit ne bántsak meg. Jó az, hogyha az ember el tudja helyezni magát a koordinátorrendszerbe. Tehát ki tud jelölni egy origót, ahonnan kiindul, ez számomra a jóisten, és ehhez képest belövő magát, hogy kik vannak mellette, alatta, fölötte, és akkor így szerintem tök harmonikusan lehet élni az embernek az életét. Na hát valahol ez jött át nekem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És köszönöm. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, Balok Ferencet és Vasilitot hallották, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra!